Köszönöm.
Kicsit furcsa hangzik a magyar nyelvben, de én is a legnagyobb megtiszteltetés hangján szólt édesanyja felé, amikor ezt a szót használta asszony. Ugyanis a Bibliában a teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Isten az ember férfinak és nőnek teremtett. A nőt asszonynak nevezte, és segítő társat adta a férfi mellé. A Biblia szava kedves volt az Ószövetség embere számára, de kedves az Ószövetség ember számára is. Tehát így szavait befordítva így értető kérdése, közünk van nekünk ehhez a segítő társunk. Az édesanyja tudta, hogy mit kell tennie. Megoldást is jelentett a botrány elkerülésére. Ugyanakkor időt állt, amit mondott a szolgáknak, mert minket is megment mindenkor, minden ember is. Jézusra mutatva azt mondta, legyetek meg minden, amit csak mondom. Mindjártra hat ez a mondat. Egy egész életen keresztül. Mi is többször megérünk azt, hogy folytán van. Más szavakban semmilyen sincs kedvünk, valami sötétség van rá, semminek nem látunk az értelmet. Lelkünk még hallanunk ezt a üzenetét. Tegyetek meg mondjuk. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, ismerjük mondást. Igen, mind gyakrabban térjük be a templomba az oltári szentség elé. Felhőjtek minket. Mondjuk el bátran a szín előtt, hiszen szeret minket. Uram, fogytál már az emberi erő, már még pontra vagyok. Olvassuk és írjuk az evangéliumot. Adott időben minden aktuális szava majd elménkben megjelenik, hogy eligazítson és utasson. Hiszen a lélegzetet minket lelkesen megjelenik. Én is azt tanította, hogy higgyetek bennem, higgyetek az evangéliumban. Tegyük, megérjük. Jézus mennyei szent volt. A lakodalom a szeretet szinte minden rétegét magában foglalja. Benne van két ember szeretete, és egymást vállaló áldozata, benne van a családnak, mint termékenység és szeretet megvan a megszentelése. Benne van a másokat vendégül látható közösség. Benne van a mások örömének körülni tudás, és abban való részesedés. Könnyű belátni a szükség, az élet minden terére töredék Jézus, édesanyja és a szent tanítványok részvétele, jelenléte. Jézus megáldja életünket, megáldja benne házasságot, családot, megáldja mindjártunkat. Szüzenye és a szentek állandóan közben járnak értünk, csak állandóan vágyódunk el Isten országába. Szent leckében Szent Pál rámutatott a Szentlélek ajándékaira. Jézus mindenkire árasztja, mégpedig a Szent Élek ura, aki ajándékul küldött a született egyházban. És az egyház, azóta is kérdezett Szent Élek ajándékait egészen a világ végezetéig. A Szent Élek adományai között, amelyeket Jézus urát közvetíti hozzám, a legnagyobb a szeretet. Merítsünk minden nap ebből a borból, hogy életünk végéig kitartassunk Isten és embertársai szeretetében. Amen. Thank you.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy Isten anyjába a boldogsághoz tűnt
Őrizd meg szándékot szerintékében, és add meg teljesességét, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenekkor. És a lelkedet. Köszöntjétek egymásra, mi terjedet.
ünnepet van szerdán 20-án, Szent Pál Ián és Sebestén írtanuk ünnepe, csütörtökön 21-én Szent Ágnesre emlékezünk, pénteken 22-én Szent Vince diakonus írtanuk ünnepe, de ezen a napon emlékezünk meg Boldog Hortyáni Strandon Lászlóról is. Már az egy hétre az évközi harmadik vasárnap lesz Szalézi Szent Ferenc napja. Kedves testvérekkel, a mai estére elkezdődik az ökumenikus ima hét az első templomban 5 órakor. Itt nálunk a csütörtökön 21-én este 6 órakor lesz az ima este. Egyébként a vasárnapokat kivéve mostani következő vasárnapot mindig 6 órakor kezdődik az ima este. A vasárnapi levél mellékletében írtak, hogy a mai nappal a kedves hívesnek is a kezébe adom. Nem volt időn elkészíteni ám, kedves testvérek, köszönetet mondok azoknak, akik a tegnap lezajlott varsói jótékonysági báron részt vettek.